Kezdődjön 2017 első hírkvíze. Nagyon izgulok. Különösen, hogy egy technikai újítást is beleviszünk. De mondjam én? Én Majd mondom. Te. Az, hogy felvesszük a hírkvízt kamerával, vagyis hát telefonnal helyesebben, amit oda állítottunk a stúdiónak a szélére. Ugyanis több megkeresés, illetve kérés érkezett azzal a kapcsolatban, hogy tegyük valahogy élőbbé az adást. Már csak vizuálisan, gondolom. Azt mondtuk, hogy egyelőre azt nem tudjuk megcsinálni, hogy élőben streameljük az adásokat, nincsen rá kapacitásunk, viszont azt se szeretnénk, hogy Youtube-ra csak egy statikus képet töltsünk fel, úgyhogy a hírkvizeket, ha ez jól összejön, akkor fel fogjuk tölteni innentől kezdve a Szertár csatornájára. Ki kezdi? Örök kérdés. Kezdheted. Jó, kezdem én. Bevallom, volt egy kis problémám most a Hírkvíz kérdések keresésével még nem indult be az újévi buli után a, a tudományos ö, élet annyira, de azért találtam egy-két érdekes dolgot. A világ leghidegebb lakott települése Olmiakon, nem tudom tudta, de ez kelet-Szibériában található. Okay. Ö, érdekes, hogy a neve egyébként azt jelenti, hogy a víz, ö, ahol a víz nem fagy be, még a régebbi időkben egy. Ö, melegvizes forrás volt, ahol a jártak inni, nem tudom, ez megvan-e még lényegtelen. Üm, láttam egy fotó válogatás most, egy fotós elment oda fotózni egy kicsit, hogy ez megnézze, hogy hol élnek emberek a leghidegebb területen. És ivott a vízből és megfagyott. Nem. Üm, most jön majd a kérdésem, 1926-ban mérték ö, a leghidegebb hideget ever a világon, itt, ö, de ez nem közvetlenül, hanem extrapolációval számolták, így egy kicsit vitatható az érték, viszont 1933-ban újra megmérték, akkor már egy meteorológiai állomáson ö, kapott helyett ez a, ez a mérőműszer, és mi volt ez a leghidegebb fok? Figyelj! Minusz minus 50,1, mínusz 50,2, vagy mínusz 50,3. Kicsit nagyobbak a differenciák. A. Mínusz 67,8. B. Mínusz 71,2, vagy C. Mínusz 89,2. Egyébként mind a három adat valamihez kapcsolódik, nem csak új légből kapott. Mínusz, Öm... mondjad még egyszer. Mínusz 67, mínusz 71, mínusz 89. Mínusz 89 ott a széndiokszid megfagyna. Azt kizárom. Jó. Minus hát, én a mínusz 60 valamennyit jelölöm meg. Azért, mert az tűnik a leg, legmelegebbnek, nem tudom, tehát legjobb elviselhetőnek. I, tehát á, mínusz 67,8 fog. Igen, és az a baj, hogy itt most le kéne lőnöm valamit, úgyhogy nem hallottam erről a kvízről eddig, de valami, amit tervezünk egy youtuberrel, hogy meg fogunk csinálni, ahol nagyon hideg Elmentek helyeket Elmentek fogunk. a kombatív... Hát nem oda megyünk el, de, de valami nagyon-nagyon hasonló, de nem árulhatom el úgyhogy. Ja, jó, 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 jó. a helyes válasz ez. Tehát az A, a 67, mínusz 67,8 fog. Na és mi, mire vonatkozik a többi? ez, a, ez, Van amit, pontom. ez, amit 1933-ban mértek, a kicsit hidegebb a 71,2, az egy 1926-os adat, amit mondtam, de azt nem fogadták el. A mínusz 89,2 pedig a földön mért valaha leghidegebb, az pedig a Vostok ö, kutatóállomáson mérték a déli sarkon, 83-ban. Ó. Oh. Volt mínusz 90 valahányos is, amit azt hiszem, hogy <coughs> valami műholdról mértek, nem ott nem ott helyben, de az szintén ilyen kis eltérés. Meg nem biztos, hogy elég pontos, de azért ez az elég hideg. Nem ez jó, az. akkor innentől nem panaszkodom, ha kimegyek reggel aztán majd összefagyok. No, ö jöhet az enyém. Igen, van egy pontod, ezt ne felejtsük. Mostantól ezt rendszeresen számolni kéne. Írjad, húzd a, a trigulátod. -e. De itt, itt van, figyelj. Ja, jó, látom, igen, jó. Haci, neked is jó. Ugye az én kvízeim mindig ahhoz kapcsolódnak, hogy azon a napon, amikor a Patreon támogatóink hallják az adást, mi történt a tudományban, illetve történelmileg, illetve szombatonként, amikor a Mindenki nagy meg. meghallja az adást, vagy lehetősége van először hallgatni, akkor mi? Tehát január 5-éhez kapcsolódik az első kérdés. 1896. január 5-én jelent meg egy világszenzációt jelentő felfedezés híre, amelynek címe Übe eine neue Art von Strahlen. <laughs> Vagyis magyarul egy újfajta sugárzásról. A felfedezője 1901-ben még Nobel-díjat is kapott, érte? Ki volt az? Nem, Röntgenről <laughs> van szó, tehát ennyire ja. <laughs> azért nem lesz egyszerű a történet. Ö, illetve a Rönggen sugárzásról. Ez az a sugárzás, ami a csomó nyelvben csak X Sugárzásként Igen. ismeretes, ugye angolban X-ray, uh, portugálban Kajús e, e, is, <laughs> és uh, a kérdés az az, hogy honnan jön ez az X. Jó, lássuk a választ. Uh, nagyon érdekes egyébként maga a történet. Hármat fogok felsorolni, természetesen mindig az, de <laughs> majd meglátjuk, hogy melyik a legigazabb. <laughs> Még maga a röngen használta így, ez az ám, mert az addig ismeretlen sugárzásra egyszerű volt így hivatkozni, mint folyton körülírni. Aztán annyira beleragadt, hogy még a hivatalos publikációkban is csak mint X sugárzásról írt, ki is fejtve az egyik ilyen bevezetőjében, hogy így egyszerűbb lesz mindenkinek. Nem olvastam sajnos röngennek a kéziratait, úgyhogy... B. A Nobel-díj átadónál volt egy kis gigszer, ugyanis amikor a Svéd Királyi Akadémia elnöke méltatta volna röngent, nem találta az előre megírt beszédét, hogy mentse a helyzetet improvizál, de pontos leírás helyett csak annyit mondott, hogy mint a matematikában, jelölje most is az eddig ismeretlen egy X. Röngen jó fej volt, úgyhogy beleállt, a felsz... beleállt, és a felszólalását is ezzel kezdte, hogy akkor lássuk azt a bizonyos X sugárzást. Ez ugye nagy derültséget keltett a teremben, de innentől egyenes volt az út a címlapokhoz, aztán a köztudatba kerüléshez és a C, ez a legjobb. Igen, pedig <laughs> ez a második sem volt rossz. egyre jobbakat találtam ki, mert nyilván mint kitaláció kivéve az egyiket. Az elnevezés Iván Puluig nyúlik vissza, ő egy nyugaton is jól ismert ukrán fizikus és feltaláló volt. Lényegében ő tette, a rönggensuger... lényegében ő tette le a röngensugárzás orvosi diagnosztikai felhasználásának alapjait, Igaz, már héttel lecsúszott röngen után az első publikálásról, Viszont piacra dobott, később egy uh, ukránul, fú, ezt nem fogom kiejteni, valami zsivjú névre hallgató műszert, uh, Cirilbetűkkel írtam le. <laughs> a cyril írásmóddal viszont nem tudott volna mit kezdeni a piac latinbetűs része. Az egyik nyugati értékesítő közül azonban valakinek megtetszett a kezdőbetű, ugye az orosz zs az ilyen igen. X középen azzal a vonallal. Tehát megtetszett ennek a tipográfiája, és javasolta az X-Ray Machine nevet, mert az sokkal futori, futurisztikusabban hangzik. Hűha. Öm, hát Jó, ez a... összefoglalom. A. röngen használta ezt így először. B. nobel átadón egy kínos helyzetet mentettek ki ezzel. Vagy az ukrán csejvó. C. A cirilből jön tulajdonképpen. Hát az első, az a nagyon puritán válasz lenne, én azt attól óckodom, inkább azt nem. Néha nagyon puritánok Igen, a helyesek. Nem baj. Ez a nobel díjas ez nagyon tetszik, de ezt, ezt biztos, hogy te találtad ki. Ezt, ezt, ezt szint, nem tudom, bármit ráteszek, az életem, a házam mondjuk az nincs, de azt is elrakodva lenne. Szerintem ez az utolsó volt, ez az ukrán csávó. Bár egy kicsit gyanús, uh, hogy... Minek van valóság alapja, jó? Kicsit gyanús, hogy most ő... de, tehát, tehát, ha jól értem, akkor ő is felfedezte ezt a sugárzást, csak Aha. előbb. Volt Ö, sokan a röngem. foglalkoztak ezzel, Röngen volt az, aki először publikálta, ő volt az, aki legteljesebben Illegyos. ezt az egészet végigvitte. Aha. De nagyon sok ember volt itt a környéken, aki ezzel foglalkozott. És tény, hogy ez az Ivan volt az, aki, akire úgy tekintenek, mint az orvosi diagnosztikai mm -hmm. úttörője ennek a területnek. Megjelölöm a cét. Hát rosszul tetted? Az A volt, az csak azt nem mond. Igen. Az egyik publikációjára találtam is hivatkozást, és, és valami majdnem szó szerint ilyesmi szerepel az első mondatok egyikében, hogy innentől kezdve csak X-nek hivatkozok rá, mert így egyszerűbb lesz. Istenem, Röngen, kösz szépen. És miatt az buktam egy pontot. De egyébként. egyébként... Igen. Egyébként egy valamit megtanultam ebből a történetből, ö, azt nyilván kitaláltam ezt a sét királyi akadémia elnöke, azt sem tudom, hogy ő adta el, vagy miért adta el. Túlságosan gyanús volt. Igen, viszont ö, abban a cikkben, ahol ezt találtam, ott írták le, hogy állítólag az X jelölés a matematikában, vagy geometriában az D-Kár-tól származik. Ő volt az, aki először kezdte az ismeretlen, ismeretlen dolgokat X-nek nevezni. És azt tudjuk, hogy miért? Vagy az, az csak egy ilyen... Nem tudom, az lesz a következő hírkvíz. Jó. Na jó, most folytatódik a podcastünk, viszont mi most itt maradunk, és a hírkvíz folytatjuk, és így vágjuk össze ezt a Valahogy. kettőt, kis kulisszatitok. Na jön a következő forduló? Igen, felkészülök. Egy nulleddig habcikám, rosszul indul neked ez a, ez a 2017. Biztos meg Prímszám. Következő kérdés. <kül> a NASA-nál dolgozók egy új ötlettel álltak elő, kicsit űrözünk most, öm, aval kapcsolatban, hogy a Marson való élet, illetve kutatást azt hogy kezdjék meg, és inkább öm, abból a megközelítésből, hogy az ott dolgozó űrhajósok azok, hogy ne halljanak meg a marsi körülmények között. Nem egy utolsó szempont. Nem, abszolút. Úgyhogy öm, egy legújabb ötlettel álltak elő, ami a. Egy felfújható jégsátor, lényegében egy űriglu, ez úgy működik, hogy a jég a sátrat beborító fedőanyag celláiban van tárolva, ami megvédi őket a szélsőséges hőmérsékleti és sugárzási viszonyoktól, plusz más egyebektől, amik a felszínen érik az odaérkezőket. Ezen kívül a vizet a marsjáróba is lehet ö, használni üzemanyagként, ami, ami ott dolgozik, ö, illetve ki tudják bányászni a marson lévő, nem tudom, közetekből azt a kis vizet, ami ott ragad. Aha, Így lesz te... benne? Vizelet? Nincs. Jó. A B, egy 3D nyomtatott házikó, amit kitaláltak, ami félig a felszín alatt, félig pedig a felette helyezkedik el. Ez egy három részből állna, egy háló egy hálóhelység lenne alul, egy ilyen munka dolgozó workspace felül, illetve egy erkészerűség a növényeknek. Hát nyilván nem szigorúan vett értelemben erké, hanem egy valamilyen cuccot az építménynek a tetején, és alapanyagként pedig a marson található dolgokat használna fel ennek a felépítésére, de ez ugye azt is jelenti, hogy ezeket a nyomtató robotokat valahogy oda kéne küldeni előbb. Aha. Vagy pedig C, egy szintén robot fúróval létrehozott felszín alatti üregrendszert dolgoznának ki, mivel rájöttek, hogy a legjobban a felszín véd a külső hatásoktól, illetve jobban be lehet szerezni a vizet és más anyagokat is ebből a környezetből, és a következő években olyan robotokat küldenének a Marsra, amik maguktól kiválják ezeket az űrodukat, majd az érkező űrhajósok ö, már csak fel kell Az ezeket... lesz az <laughs> Ez nem jutott nekem is, csak ezt nem mertem már beleírni. Szóval az odaérkező űrhajósok már csak fel kell szereljék, és be kell rendezzék maguknak ezeket a kis lakóodukat. Majdnem a 3D nyomtatást jelöltem meg, a jegeset azt kizárom, bár uh, Sik Andriussal még régen csináltam egy interjút, tudod, aki volt nálunk ilyen távérzékelés kapcsán beszélni egy korábbi Igen. adásban, és ő, ő, ő ugye nagy mars kutató, meg uh, eléggé otthon van mars témában, és mintha ő mesélt volna valami ilyesmit, hogy volt valami olyan elképzelés, hogy uh, lehet, hogy lehet, hogy ez csak egy példaként mondott ilyen ötletet, hogy azt a vizet, amit úgy is ott kiválasztanak, azt lehetne használni mondjuk sugárzás elnyerésre, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Na mindegy, tehát ez jutott eszembe, de ennek ellenére kizárom. A 3D nyomtató nagyon tetszik, mert egy csomó helyen használják, viszont az űr odú szeát fogom megjelölni, mert csak a szóvic miatt is. Meg logikusabbnak tűnik, hogy menjünk be akkor a földön, a Mind Mindhárom opció egyébként valamilyen szempontból igaz. De akkor tehát azt jelölöd meg, hogy a robotfúróval kifúrják és földön állnak. Jó? Nem. Sajnos nem. És amit először kizártál, Laci, a jégsátor. Jól emlékeztél. Ugyanis az van, hogy mivel hogy nagyon sok hidrogént tartalmaz a víz, az egy jó ö, szűrőként működik a különféle sugárzásoknak. Igazából erre volt kihegyezve, hogy azért szeretnék ezt, hogy a sok ö, mindenféle káros ilyen olyan sugárzás az ne tudja károsítani az űrhajósokat. Egyébként tehát... Előre elnézést kérek, vagy utólag Sikandristól, hogyha nem mondott ilyet, de nekem határozottan ez éget be a. <laughs> Én nem emlékszem fejemben. rá, de le lehet, hogy volt. Nem, nem most ilyesmi. volt, hanem még régen egymás interjú kapcsán. Ez a robotfúrós dolog, ez azért érdekes, mert ebbe gondolkodtak először ők. Csak Aha. rájöttek, hogy túl sok pénzt és túl sok időt, meg meg túlságosan nagy technikai apparátust igényelne az, hogy ez rendesen működjön. A 3D nyomtatott dolog pedig az egy pályázatra érkezett valami hasonló terv, ha jól emlékszem, még egy-két évvel ezelőtt, amit kiírtaná ez, hogy tervezzenek. De a holdon terveztek valami ilyesmit, nem? Valami olyasmi rémlik, hogy Lehet. a holdon valami bázist akarnak ilyen. Lehet, megköszön. De ez ez, ez, ez a más más marson volt. Jó, Há! Van. nem kaptál pontot. Uh, eddig még nekem van több pontom. Igen, igen, igen. sajnos tudom. Elérkeztünk január 7-éhez, és akkor nézzük, hogy mik, mi történt ezen a napon. Ez a nap egyébként bővelkedik, dátumok van. Nem tudom, tudtad-e, hogy 43-ban ekkor halt meg Tesla? Nem. 81-ben ezen a napon született a Szerter alapítója. Ki volt az, vajon? A, FC, B, Kumisz, C, én. Kumisz. Majdnem. Nem. De nem ez a kérdés. 21 napod. Aha, január 7-én. Uh, viccet félretéve, más is január 7-én látta meg a Napvilágot, méghozzá 1925-ben. Szerintem ezt a nevet már hallottad, Gerald Dorel. Igen. Brit. Ja. <laughs> Csak ő. Uh, Brit zoológus és ugye író, mindenki ismeri szerintem. Ö, ő 95-ben halt meg, és mint híres emberekről általában róla is megemlékezett az utókor, hogy visszautaljak egy korábbi adásra, egy csomó mindent elneveztek róla, például itt van egy egész felsorolás, egy Mauriciusi Gecko őrzi a nevét. Bolyos de Dezodor. <laughs> az éppen nem az ő nevét őrzi. Egy friss vízi rák, van itt valami éjjeli lepke, meg monguszfaj, meg ilyenek, de ahogy a klasszikus megemlékezési formák lenni szoktak, szobrot is állítottak róla több helyen. Igen. Hol állították az első szobrot Gerald Darrellről? Tudod? Nem. Jó. Ugyanis életben nem hallottam még, már hogy róla is csak <gül> nagyon ritkán <laughs> Darrell szobrot, meg hogy ugye az első... Hát azt hiszem biológusként azért ismered, nem mindegy. A. Indiában, ugyanis ott született. B. Görögországban, ugyanis a családom és egyéb állatfajták könyve, az a gyermekkorának a korfújéveit. éveit. úgy uh, uh, a Ah, tényleg? <laughs> jó, igen. Idézi fel, vagy szél Magyarországon. És ez itt van Pesten valahol egyébként? Vagy ezt nem tudjuk? Figyelj, India, Görögország, <laughs> jó, meg vagy Magyarország. Jelzgesseg. Hol állítottak? 98-ban egyébként. Ja, akkor akkor uh, leplezték le az első Geraldor Ruel szobrot, Indiában, Görögországban vagy Magyarországban. De egyébként ő angol nemzetiségű, nem? Brit, ja. Aha. Furcsa, miért nem ott csinálták az első szobrát akkor, ura? Ez biztos jár valamit hát India... Különösen, Különösen, hogy a Jersey állatkertet azt hiszem ő alapította, és ott van is szobra, de nem az volt az első. Aha. Hát, jaj, nem tudom. India csak nem. Hát ott azért csak nem állítanak neki szobrot. Görögország, az tetszik, mert ott, ilyen, ott szoktak szobrokat csinálni, meg ott híres a szobra is. <laughs> az régebben volt. Kicsit régebben volt, de nem baj. Hát, ha... Ö, jaj, de muszáj pontot behúznom. Jó, jelöljük meg Magyarországot, biztosít itt lesz, hát nem véletlenül raktad bele a válasz lehetőség közé. Hát persze, hogy nem véletlenül raktam be, mert mindig kell magyar vonatkozás. Igen, de nem feltétlenül. De a ez helyes válasz... Az India. Nem, ha Magyarországon... Tételezzük fel, csak húzlak. Ha Magyarországon lenne, kérdezted, hogy Budapesten van-e? Most az jutott eszembe, hogy hova raknál egy Gerald szobrot Magyarországon? Ha nem Budapestre. Ja, nem tudom, jó kérdés, nem tudom. Sáros mondjuk? Nagyon közel állsz hozzá. Komolyan. Ugyanis 1998-ban euh, Miskolcon... De jó. A Miskolci állatkertben, vagy akkor még lehet, hogy vadaspartnak hívták, ott leplezték le Na, és te a látom, világ már első délőben? Gerald Durrell szobrát. Meg, meg is csak emlékező. egy ilyen De igen. De ez tök jó. Tök kirobb. Na jó, hát ez volt a hírkvíz. Egy-egy. Egy-egy, és innentől kezdve ezt dokumentálni fogjuk, és megnézzük, hogy 2017-ben kinyerjük Hogy teljesítettünk, a igen. Hazonos pontjaink vannak a YouTube nézőktől elköszönünk, sziasztok, hallgassátok a podcastünket minden szombaton, a linket megtaláljátok a videó alatt. Sziasztok! Sziasztok!